Szevasztok srácok, ez itt újra az Építsd Fel, és a mai epizódban ismét elérkeztünk egy újabb heti LEGO hírekhez, amelyben ismét megpróbálom összefoglalni, hogy mi is történt az elmúlt néhány napban a LEGO háza táján, és hát vannak újdonságok, hiszen érkezni fog Peppa Pig dupló formában, lehet, hogy kapni fogunk még több space tematikájú készletet, és ismét van egy magyar ötletünk, ami elérte a 10 000 szavazatot, ugorjunk is bele! Stílusosan akarsz építkezni? Megnyitott az építsfel.hu. Pólók, bögrék, hátizsákok, szinte mindent megtalálsz itt, ami az építéshez szükséges, tehát építsfel.hu. A LEGO bejelentette, hogy 2024-ben érkezni fognak Peppa Pig-es dupló készletek, úgyhogy itt kifejezetten a nagyon kicsiket célozták meg, pontosan a 20. évfordulóra fognak megjelenni ezek a készletek, hiszen 2004 májusában jelentek meg ezek a mesék, vagyis akkor jelent meg a legelső része ennek a mesének, és hát ahhoz nagy valószínűséggel több különböző készletet fogunk kapni, de hogy pontosan milyenek lesznek ezek, ebben a pillanatban ezt még nem tudjuk, nem látható, hogy milyen szettek lesznek ezek, viszont azért van egy kis kedv csináló itt, hiszen láthatjátok, hogy van itt néhány duplós Peppa Pig figuraszerűség, de itt a következőképpen már egy épület is látható, és normális dupló figurákat is látunk, úgyhogy akik szeretik ezeket a termékcsaládokat, akik nagyon benne vannak a Peppa Pig világába, azok örülhetnek, hiszen nagy valószínűséggel idén akár több Peppa Pig-es készlet is fog érkezni. Javában folyik a 2024-es londoni Toy Fair, ahol különböző LEGO készleteket szoktak bemutatni, az éppen érkező LEGO szetteket általában ott már beszokták mutatni, viszont nem is az a legérdekesebb, hanem bemutattak egy 2024-es előrejelzést, amelyben hát különböző space készletekre hívták fel a figyelmünket. Ugye a 2024-es év kifejezetten a space tematikáját fogja bemutatni a LEGO palettájában, és ez különböző tematikákon, különböző témakörökön keresztül fogják vinni, amikről már igazából eddig is tudtunk, hiszen már meg is jelentek Cities space készletek, megjelentek technikes space készletek, megjelentek frances, dreamses, megjelent duplós verziója is ezeknek a Cities készleteknek, de ezen a kis poszteren az is föltűnik, hogy gyűjthető minifigurák is lesznek space témakörben, iconsos készletek is érkeznek majd space témakörben, és ártos készletek is lesznek még space témakörben, úgyhogy ha szeretitek ezt az altémakört, akkor bizony nem csak egy külön space kategóriában lesznek majd ezek a szettek, hanem ez teljesen átível gyakorlatilag majd, hogy nem az összes LEGO témakörön. Ha fölnézünk a LEGO Ideas oldalra, akkor észrevehetjük, hogy ebben a pillanatban, legalábbis amikor ezt az adást fölveszem, összesen 3 darab ötlet ért el a 10 000 szavazatot. Először is itt van a Ben Builds által feltöltött Dr. Zeus the Grinch ötlete. Ha láttátok a Jim Carrey féle Grinch filmet, akkor ismerős lehet ez a kis puttonyos és ez a rózsaszínes házikó. Aztán itt van a Bulldozer által feltöltött Hello Kitty and Friends 50. évfordulója. Ha elfogadná ezt a LEGO, akkor kapnánk egy Hello Kitty-s ötletet is, vagy LEGO szettet is. Viszont ami számunkra nagyon fontos, ismét van egy magyar 10 000-es ötletünk, hiszen itt van Hello Zola által feltöltött Medieval Tournament ötlete, ami hát kétféle szempontból is birizgálja az én fantáziámat. Egy az, hogy magyar ötletről van szó, külön szeretnék még egyszer gratulálni a feltöltőnek, nagyon jól sikerült az alkotása. A másik pedig az, hogy hát középkori témáról van szó, ami nagyon részletesen lett kidolgozva. Egy ilyen kis lovagi tornát kapnánk ebből a LEGO ötletből, hát eléggé szorítok neki, hogy a LEGO is szavazzon bizalmat neki. Nekem azért ez nagyon bejönne. És hogyha már a LEGO Ideas-ról volt szó, akkor ne felejtsük el, hogy a LEGO ismét elindított egy pályázatot, készítenetek kell Specco Space űrhajókat. Nagyon fontos, minimum 150, maximum 250 darab alkatrészt használhattok fel, vagy egy űrhajót, vagy egy űrbázist kell építenetek ilyen alkatrész számmal, és azért ennyire kicsi az alkatrész szám, mivel ebből egy ajándékkészlet lesz majd a későbbiekben, és mit kaptok akkor, hogyha megnyeritek? 10 darab verzióját ennek a készletnek, amit ti készítetek el, tehát 10 doboznyi ilyen kis szettet, és mellé még ezeket a LEGO Space tematikájával foglalkozó szetteket is oda fogják ajándékba adni, úgyhogy ha szeretitek ezt a tematikát, akkor mindenféleképpen induljatok ezen a pályázaton, hiszen nincs veszteni valótok, néhány alkatrészről szól ez az egész, építsetek űrhajót vagy űrhajóbázist. Ha most fölnézünk a LEGO hivatalos oldalára, akkor láthatjátok, hogy van ajándék, fölkerült az a sárkányos készlet, amiről már én is beszéltem nektek hetekkel ezelőtt, végre elérhető, hogyha 33 000 forint felett vásároltok bármilyen LEGO készletet, egészen a hónap végéig, tehát 31-ig, hogyha vásároltok a LEGO oldaláról, akkor ezt is még ajándékba fogják adni. Nos, srácok, hát ennyi lett volna már a heti LEGO hírek, de ne felejtsetek el visszanézni a régebbi tartalmaimra, most hát egészen újdonságok is voltak bemutatva a csatornán. Kezdeném a, hát nem is annyira régen bemutatott
Ornithopter készlettel. Ha még nem néztétek meg az Ornithopter bemutatóját, akkor javaslom, hogy tegyétek meg, hiszen egy nagyon, nagyon cool készletről van szó. Fönt megtaláljátok a linkjét ennek a videónak, de természetesen ezen kívül volt még más bemutató is. Ezelőtti bemutató volt, egy keddi bemutató, amelyben egy ninjágós készletet mutattam be nektek. Azt is nézzétek meg, hogyha esetleg még nem láttátok, és természetesen azelőtt is volt másik bemutató is, azt is oda fölteszem nektek, ha esetleg még nem láttátok, és mindenféleképpen lájkoljátok ezt a videót, hogyha tetszett. Ha még nem vagytok feliratkozva, tegyétek meg, mi pedig találkozunk a következő adásban. Szevasztok!